Az idei Zrínyi Ilona Gordius matematika verseny eredményei is bizonyítják, hogy a matematika világa sok gyermek számára varázslatos, hiszen fiataljaink ezúttal is helytálltak ezen a rangos megmérettetésen. A területi forduló eredmény hirdetésére a Sej János gimnáziumban került sor. Tulajdonképpen ebben a Zrínyi Ilona matematika versenyek nevezték, 1995-ben kapcsolódtunk be, mint felvidékiek, gyakorlatilag az ország határain, idézőjelben határain kívülről mi voltunk az elsők, és pár éve viszont most már együtt van úgymond az Zrínyi Gordius, így is szokták nevezni. A Gordius az a gimnazisták, tehát a felsődakozatosoknak, az ennyi pedig az alsódakozatosoknak. Hát azt lehet mondani tulajdonképpen, hogy ez a matematika ünnepe, egy szórakozás, egy gyönyörűség, akik ezen részt vennek. Most február 25-én volt a iskolai fordulók. Mi biztosítjuk, tehát a kollégáimnak a segítségével, hogy a diákoknak ne kelljen messzire utazni, hogy különböző galántától kezdve Szerdahelyen, Nemesócsán, Komáromban, Gútán, Párkányban, Marcelházában, Zselízen vannak helyszínek, és a közvetlen azok az iskolák oda jelentkeznek, amelyik iskola hozzájuk a legközelebb. Most, ahogy mondottam, hogy ez a matematika ünnepe, tényleg vannak benne egy nagyon csodálatos logikai feladatok, ahol talán lehet, hogyha nagyon okos óvodás az is meg tudna oldani, és aztán vannak persze természetesen igényesebb feladatok is, és ez dönti el általában aztán a következő, végén a legnehezebb feladatok, igazándiból ki is. Az, aki most itt van ezen az értékelésen, amit minden évben megtartunk, és ide valóban az adott évfolyamokból a leglegügyesebbeket hívjuk, általában 6-10-et, mikor menjen, hogyan, és a csapatverseny győzteseit, illetve természetesen akiknek köszönhető, hogy ezek a gyerekek azért ilyen szépen felkészülnek, a tanáraikat is meghívjuk a díjazásra. Ebben az évben is majd gondolom, hogy meglátják és olvasni fogja mindenki. Nem akarom most még elárulni, de majd elárulom, hogy a mi gimnáziumunk nagyon szépen, sikeresen szerepeltek a gimnazistáink, tehát a 8 osztályos gimnáziumból, felsőből is. És még annyit szerettem volna mondani, hogy minden ilyen verseny igazándiból akkor tudjuk nagyszerűen megszervezni, ha támogatóink is vannak. És most nem akarom mindent elsorolni, de sokan voltak, akik nagyon-nagyon szívesen segítettek, vagy csokikkal, tehát tényleg úgy támogatták ezt a versenyt, hogy a gyerekek, ezt csokis versenynek is szokták nevezni, hogy a gyerekek, mikor oldják a feladatot, akkor igazándiból legyen ott egy kis édesség is az okosság mellett.